Megtelt a sportpálya melletti terület Mucsván, több mint 300 elszármazott tért vissza a településre. Ugyanis a Mucsváért Egyesület az önkormányzattal együttműködve első alkalommal szervezett találkozót számukra. Ünnepi programunk kezdődött egy szentmisével, azután következett egy amatőr festő kiállítás megnyitója, régi képek kiállítása a kultúrházban és a régi tablók kihelyezése a kultúrházban. A délután során átadtak egy életfát is, amit szintén egy Mucsváról elszármazott lakos készített. Mindez adományokból jöhetett létre. Az emlékmű a székelyek, felvidékiek és németek békés együttélését szimbolizálja. Az eseményen Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. Ebben a forgatagban emlékezünk felvidékiekre, kitelepített németekre, bukovinai székelyekre, hiszen a történelem viharában különböző népeket, különböző korokban, különböző helyzetekben ide sodort erre a helyre a történelem vihara. A program hátra lévő részében a szervezők megvendégelték a lakosságot és az elszármazottakat.